igazából az látszott a mérkőzés folyamán, hogy nagyon fáradt a csapatunk. Hosszabb volt a kispadunk, és remek közönségünk átsegített minket a holtponton. Igazából ennek tudható be a győzelem. A klubvilágbajnokság miatt lehetett egy kicsit fáradtabb a csapat? Az miatt is biztos vagyok benne, de az, hogy nagyon sok mérkőzés van most már a hátunk mögött. Igazából számítottunk arra, hogy ez egy ilyen mérkőzés lesz a Szegednek is. Hogy mondjam, tehát lényegtelen volt, hogy most mit játszunk úgymond, mert itt azért tényleg Veszprémben elég nehéz nyerni, ők megpróbálták, tényleg nagyon kevés emotív, gratulálok nekik is, mert nagyon jól játszottak. Elég meleg volt a pite, de hát szerintem a győzelmet ugye nem nagyon kell magyarázni, ez betudható annak, de hogyha kicsit folyunk bele, akkor betudható annak, hogy a fiúk Katarban voltak a múlt héten, szerintem a társaság felett nagyon fáradt volt, akik itthon voltak, mi is nagyon fáradtak voltunk, mert nagyon sokat edzettünk. Szeged meg úgy jött ide, hogy mindegy alapon, tehát ők is úgyis szerintem tudták, hogy mi lesz itt a vége, tehát ők lazán játszottak, nem volt veszíteni valójuk, de ez egy jó döntő volt, szerintem sokkal jobban élvezte a közönség így is, hogy szoros volt, meg kemény volt a mérkőzés, mint hogyha simán 10 góllal vezetünk, mert akkor egy ilyen kicsit belealudt volna a közönség is. Szerintem ez egy igazi döntő volt, parás hangulattal, fordulatos eseményekkel, szerintem jó volt. Ez a sport illetőt minden játékos valahova kell vigyi, ez a karrier például Veszprémben, szerintem meg Paríf bírja játszani valahova, de lesz Veszprém szurkoló, tovább egész illet, sok siker csapat, mindenki ki volt itt, fantasztikus volt hangulat, szurkoló közönség itt a legjobb szerintem Európa itt közönség, köszönöm szépen mindenki, nagyon jó volt. Örültem, hogy azért pályára léphettem, jó lett volna egy gólt is dobni. Egy évet töltöttem el, nagyon sok barátot szereztem, nagyon jó kapcsolatokat ápolok itt Veszprémben, és bízom benne, hogy még lesz olyan, amikor vissza tudok innen jönni játszani. Most sajnos mennem kell, mert többet szeretnék játszani, de ezt szerintem mindenki tudja. Hát azért fájó szívvel megyek el persze, mert nagyon jól éreztem magam itt Veszprémben. Hát én vártam, ott gondolom, mikor aláírta első szerződését, gondolom, 3-4 éves itt játsz, de utána ott jó érzi magának család, és nagyon jó város, kapcsolat ember velem, és nekem nagyon tetszik itt Magyarország, fél szíves itt maradt lesz Magyarország. Hogyha én jól játszok, akkor ez a válogatottban is rányomja a bélyegét, hogy ott is jól fogok szerepelni, hogyha amúgy nem játszok jól, akkor meg se hívnak a válogatottba. Szóval szerintem ez a kettő összefügg, és bízom abban, hogy a leendő klubban majd sok lehetőséghez jutok, és ezáltal a válogatottban is. Most pontosan nem tudja, hova menjünk, de van 2-3 csapat, de pici később az információ szerintem 3-4 hét múlva, mert választás akar játszani meg nagy szint, de ez a nehéz 35 év játékos, én 35 éves vagyok, de próba választás, de remélem sikerült lesz.